közelgő ünnepekre hazalátogató vendégmunkások tömege miatt a Magyarország és Szerbia közötti határátkelőkön hosszabb várakozásra kell számítani. Továbbá az Északbácskára ereszkedett köd is nehezíti a közlekedést. A horgosi határátkelőn a várakozási idő jelenleg körülbelül fél óra, azonban a nap folyamán hullámokban voltak hosszabb fennakadások. A határrendőrség és a vámszolgálat is teljes kapacitással dolgozik. Jelenleg a kelebiai határátkelőnél sincs nagyobb fennakadás. A határrendőrség holnap számít hosszabb várakozási időre. Aki teheti, használja a kisebb átkelőket Bajmoknál, Gyálánál és Királyhalmánál.